öröntösen vagyunk nagy erenyűben, és az jól látszik, hogy a város többi pontján, hogy itt is már nagyon nagyra nőtt a fű. Több mint egy héttel ezelőtt jeleztem a városvezetés felé, hogy szükséges lenne már bizony a kaszálás így május vége felé. Nagyon sok lakossági jelzést is kaptam ezzel kapcsolatban. Éppen úgy gondoltam, hogy társadalmi munkában egy kicsit besegítek a városnak, hát ha kedvet kapnak a kaszáláshoz, és itt a mögöttem lévő járdának a környezetének egy kicsit a rendbetételét elkezdjük. Hát elkészült a munka, azt gondolom, hogy nyilván teljes közterületet nem vágtuk le, de azt gondolom, hogy mögöttem lévő gyalogút az gyakorlatilag ezáltal jóval komfortosabbá vált, és itt élők számára egyszerűbb lesz a mozgás. Én azt gondolom, hogy amikor én a terület képviselője voltam, akkor itt volt egy önálló képviselői munkacsoport, amely a képviselői keretem terhére kapott két fűkaszát, amely nyilván amikor a területképviselőként megszűntem, akkor gyakorlatilag én ezt le is adtam. Nyilván az baj, hogy most már a képviselői munkacsoport nincsen, de remélem, hogy ezzel a társadalmi munkával, hogy tudom járni ahhoz, az itt élők élete komfortosabb legyen.